Csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége. Benedek Zsolt, hetedik kerület Fidesz képviselője, a polgármest a kerületbe hosszasan akartam mondani tituláni. Jó, jó reggelt kívánok! Hát itt a hétvég előtt csütörtökön hatalmas riadó volt, embereket kilakoltattak otthonról, mert ugye egy bombát találtak, aztán hál' Istennek nem robbant semmi, és pár óra múlva vissza tudtak menni. Ezt akár vehetjük egy főpróbának is, és jól sikerült. Mivel kapcsolatos főpróba? Hát egy ilyen gyors kilakoltatás, mozgósítás az időseknek, megtalálni a megfelelő helyet, ahol el lehet pár órára nem. helyezni őket. Igen, azért reméljük, hogy ez nem lesz gyakori. Ritkán szokott ilyen előfordulni, ilyen utoljára talán a kerületben, akkor emlékszem ilyen, amikor az almási térnek a felújítását csináltuk, és az, az is egy hétvégi, az egy szombati napra jó ha jól emlékszem, polgármester úr szombaton telefonált, hogy be kellene jönni, mert hogy van egy kis probléma akkor is van milyen világháborús bomba, sajnos, amikor ilyen mély építések, vagy olyan építkezések zajlanak, ami a felszínnek a, egy kicsit, a felszíntől egy kicsit mélyebbre megy, akkor ez előfordul. Hát de a, a város égetett hogy... most építjük. Így van, így van ezért, és ez is mondom, van. ezért húztam a párhuzamat az Almási térre, hogy amikor az Almási tér készült. Én úgy gondolom, hogy ebbe a tekintetben a hatóságok és mindenki jól vizsgázott most is, mert akkor is, amikor az Almási téri Sajnálatos dolog történt. Ma a hajnali órákba gondoltam önre, de a szokottnál is korábban érkeztem meg, fél háromkor. Hát az utca olyan volt, mint az átkos rendszerben, a körút tele emberekkel, a Veselény utca, és érdekes módon már a kora hajnali órákban láttam a takarítókat is. Ez egy nyári akció, vagy most már átálltak erre? Folyamatosan hozzuk előbbrébb és előbrébb a takarításnak, a főleg belső Erzsébetvárosban, az időpontjait, illetve mindehez a tavalyi évben csináltunk egy nagy géppark, gépparkfejlesztést is. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a turisztikai, a turisztikai szezonban belső Erzsébet városnak sokkal nagyobb a leterheltsége, ezért több takarítás igényel, úgyhogy folyamatosan próbáljuk előbrébb és előbrébb hozni. Amire az emberek ilyen 6-7 óra, 8 óra tájéken viszik a gyermekeiket óvodába, iskolába, munkahelyre, igyekeznek, akkor már egy rendelt környezetbe tudjanak kilépni. Egy új akciót indítottunk, minek utána a helyhatósági választások, most már a dátumot is tudjuk, október közepén lesznek, hogy Budapest főváros kerületeinek a képviselő jelöltjeit, illetve polgármester jelöltjeit, meg persze az agglomerációt is szélesebb őbe meghívjuk. Ön is megméretteti magát ez idén is, igen? Így van. Mit ígér a körzetnek? Hányas körzetben teszi ezt? Hát ez nálunk ez most egy kicsit érdekes helyzet, mert ugye 12-ből 10 körzet lett, és ez úgy alakult, hogy a 10 körzetből a negyedik az enyém, a régi ötös, a mostani négyes. Kik az ellenfelei ott? A kihívói. Um, hát egyőre csak Tamásról tudunk, aki összefogásos jelölt. Többen nem egy egyőre, nem hallottam. Így egy mit az mit ígér a kerület, illetve a négyes körzet lakóinak? Én úgy gondolom, hogyha a négyes körzet lakóival együtt egy kicsit összeszedjük a gondolatainkat, hogy a kilenc év alatt mi történt a választókerületben, akkor azt 9 lát, éve hogy gyakor... dolgozik velük együtt? Hát gyakorlatilag igen, mert 2010 óta, 2010 október óta önkormányzati képviselőjük vagyok. Ugye a körhatárok bár változtak, került is el a választókerületből egy kis rész, megkerült. Tehát, hogy is. Rugalmassá váltak a határok? Hát igen, muszáj volt ugye a lakosságszámnak a, a csökkenése miatt ezt a. Ezt Mit tesz az az azért, alakítást? hogy nőjön a lakosság, fiatalok betelepítésére gondolat? Én úgy gondolom, hogy az eddigi fejlesztések úgy infrastruktúrálisan, mint pedig akár az zöld fejlesztésekre gondolok, támasztják azt, hogy itt jó élni. Én uh, itt is lakom egyébként a saját választókületemben, tehát szeretek is itt élni. Uh, ha végig vesszük azt gyakorlatilag uh, a körúttól, uh, egészen Rottenbiller utcáig, Damjánis utcáig, uh, majd hogy nem az összes utca megújult a nagy projektünk, ami a Dob -utcának a körúttól, Rottenbiller utca felé eső részének a, a szakaszvának a teljes felújítása az megtörtént. Úgy történt meg, hogy egyébként a, a lakossági parkolhelyeket nem csökkentettük, hanem fenntartottuk gyakorlatilag. A Hárfa utca megújult, a Csengeri utca gyakorlatilag megújult, a Vörösmarty utca megújult. Új növénytartó oszlopokat helyeztünk ki a Bajza utcába, a Veselényi utcába, az Almási teret ne felújítottuk. Folyt, ne folytassa tovább. Szerintem, mert ez, szerintem ez, a jó irány. Szerintem ez, már... a jó irány. Majdnem olyan, mint egy kampány szlogen. Mit tesz hogy, azért, hogy a négyes körzetben, ahol ön volt, ön van, fiatalok beköltözzenek azokba a kerületi tulajdonban lévő lakásokba, amik most üresen állnak. Vannak-e ilyen? És ha igen, akkor mikor fognak oda fiatalok beköltözni? Van néhány, de. Én nem, nem gondolnám, hogy a szállat nagyság lehet elérni, tehát ez, egy, ez nem egy óriási kontingens. Visszatérnék az körzetét, előző. akkor az De, Igen, igen előbb-utóbb ki fogja adni a matematika. Kettő dolgot is, vagy három dolgot is csináltunk ebbe a tekintetben. Az egyik minden évben van szociális lakáspályátunk. Itt olyan embereknek a pályátát várjuk, akik szociálisan rászorulók, egy kicsit alájuk kell emelni hogy el tudjanak indulni az életbe. Van ezzel párhuzamosan egy költségelvű lakáspályálatunk felújítási kötelezettséggel. Ez azoknak a fiataloknak, vagy azoknak a családoknak az életét könnyíti meg. Aki, akiknek van munkahelyük, van biztos jövedelmük, van egy kis megtakarításuk, és meg szeretnék alapozni az életüket, és elindulni egy ilyen egy, egy saját lakás irányába akár. És a harmadik, hadd hat hozzá, hogy a körzetben lévő két óvoda is ebben a, az évben ebben a nyáron meg fog újulni. A dobucai és a Rózsa utcai is tulajdonképpen felújítás alatt esik át. És ez nem az első, amit ezekben az óvodákban elvégzünk. Tehát a felújítás -e következményében férő hely szám is növekedni fog. Itt most jelen pillanatban nem, hanem a környék javítjuk, gyakorlatilag mind a két óvodának a játszó udvara teljesen meg fog újulni, a Dob is és a Rózsa utcába is. A kormánynak van egy családtámogató programja, amiben új férőhelyeket ígérnek úgy a bölcsődékben, mint az óvodákban. Ha Isten is úgy akarja, kilenc hónap, egy év múlva jön a gyerekbum, hogy van erre a kerület fölkészülve? Most úgy tudom, hogy még az óvodák, óvodáink és a bölcsődéink is be tudnak fogadni, minden további nélkül, de úgy gondolom, hogy részt kell venni ebbe a kormányati programba, és ha jön a vár, vár gyerekbum, akkor felkészülten kell állni erre. Látta már a véderőművet a utcai zsinagóga körül? Láttam, igen. Büszke erre, hogy ez a kerület ilyesmiről is gondoskodik? Két aspektusa van ennek. Egyrészt igen, tehát az elsődleges válaszom ez, hogy igen. Másrészt pedig szerintem ahhoz képest, hogy egy védműről van szó, ami összességében általában nem szokott szép lenni. Én úgy gondolom, hogy egyrészt funkcionális, másrészt pedig a körülményekhez képest, hogy ennek azért nagyon komoly alámunkája van, nagyon komoly alapozása, hogy olyan lehessen betörni, ez esztétikusan sikerült. Tehát a környezet magát a Dohány és nem csúfítja pihenőpadokkal van ellátva, de az elsődleges, amire ön is gondolt, szerintem az, hogy azért, azért erről a közösségről nekünk gondoskodni kell. Fogják folytatni a kerületben a további templomok és zsinagógák etérő biztos tételét is? Hisz vannak még az ortodoxok, Még, még uh, gyönyörű templomok. Mi minden ilyen közleményezés -e mellé oda fogunk állni természetesen. Most a nyári szabadság alatt azt már látjuk, hogy azért az utcák nincsenek elhanyagolva, legalábbis belső, belső rá. Mi történik a külső utcákkal? A külső utcák folyamat, a takarítása is gyakorlatilag folyamatos. Uh, úgyhogy uh, szerintem ahhoz képest, hogy uh, belső Erzsébet városban egy megnövekedett takarítás számot, egy megnövekedett uh, uh, jelenlétet uh, kíván meg tőlünk uh, a turisztikai szezon, ettől függetlenül a külső utcazakaszokon sem hanyagoljuk el a, a, a takarítást. Az ön körzetébe panaszkodnak a lakók az Airbnb-ről, tehát ezzel az egyszeri szobakiadásokról? Vannak panaszok, de, de nálam az én körtemben egy kicsit elszigeteltebb ez az a jelenség, mert uh, én úgy látom, hogy inkább az Airbnb jelenség az belvárosra koncentrálódik, uh, inkább a belső városrészekre, az 5., 6., 7., 8. kerületnek a belső uh, részeire. Van néhány Airbnb lakás, de a sűrűség, ahogy megyünk mondjuk a városliget irányába, uh, úgy csökken, igen, és ezért uh, kevesebb az ilyen, az ilyen természetű panasz van-e valami megoldásuk egyre másra, ez egy idősödő kerület, és azok a házak, ahol vannak felvonók, azok is egyre öregszenek. Kitalálták-e már a megoldást erre? Az épületekre, vagy a felvonókra? A felvonókra. Idős épületekben még idősebb felvonókra. Idős épületekben még idősebb felvonókra. Az önkormányzat rendelkezik egyébként társasházfelújítási pályati alappal, Uh, Úgyhogy én azt tudom ilyenkor javasolni, amikor az idős épületek felújításáról van szó, hogy uh, mindenféleképpen éljenek ezekkel a lehetőségekkel, mert uh, viszonylag jó kondíciók mellett lehet uh, tulajdonképpen uh, pénzhez jutni az önkormányzat támogatásával. Kicsit uh, talán uh, kevésbé szigorú ami mi pályalati rendszerünk, mintha mondjuk elmennének egy bankhoz, és ott uh, mondjuk egy kedvezményes hitelt akarnának fölvenni. Uh, úgyhogy én azt javaslom, hogy minden ilyen esetben, amikor ilyen problémájuk van, vagy valamilyen veszélyhelyzet fönnáll, akkor keressék meg az önkormányzati képviselőket, vagy az önkormányzatot. Itt folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre rá. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra. Ezzel a beszélgetéssel a Pirkadad reggeli politikai magazin véget ért. Most jön a mindentől független híradó, utána a Szabad Egyetem. Ne felejtsék el, akkor esti órákban velem újra találkoznak a Világ Zsidó Szemmel című műsorban. Addig is jó tévénézést a viszontlátásra.